Az elmúlt hétvégén Tolnán a szórakozásé volt a főszerep, szeptember 6-án és 7-én rendezték meg a népszerű Bárka Fesztivált a Dunaparti Altaripa Szabadidőparkban. A kétnapos rendezvény idén is sok helyi és környékbeli látogatót vonzott. Ugye pénteki napra 6 órától vártuk a vendégeket, illetve 6 órától próbáltunk színpadi produkciókat szervezni a színpadra. Úgy gondolom, hogy elég szép számmal vettek részt a tegnapi rendezvényünkön is, és akkor a mai napon pedig a 14 éves szokáshoz híven délelőtt halfőző verseny volt, aminek az imént volt vége az eredményhirdetésnek, és itt pedig 4 órától várjuk a fellépőket, a közönséget, úgyhogy 4 órakor kezdődnek a színpadi produkciók, annó még Telena Fesztivál néven indult, ez szerintem a rendszerváltás után. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó alkalom arra, hogy a helyi embereknek legyen egy találkozási pontja. Rég nem látott emberek tudnak, barátok tudnak találkozni, illetve új barátságok tudnak kialakulni. Ez a közösségszervezés szempontjából egy nagyon-nagyon fontos rendezvény, ami egyben a város legnagyobb éves rendezvénye is. A népszerű halászléfőző versenyre idén is sok csapat nevezett. Mi már évek óta törzs vendégek vagyunk itt. Hát a jubileumi főzés az idei. 10 éve főzünk mi már itt halászlét, úgyhogy már lassan nélkülünk meg se tartják, mondhatom azt. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, így különböző programokat szerveztek számukra, például lovagolhattak is. Ő egy 15 éves kis, hát ilyen Welsh Pony fajtájú kis kanca, ő meg egy 8 éves, nem tudjuk milyen fajta, ilyen szerelemgyerek, úgyhogy. És nagyon szelidek gyerekeket szeretik, ők gyerekek is szeretik őket. Ők szelidek, mert velük elég sokat foglalkoztunk, de jó pónit elég nehéz kapni, mert mindenki pütyürű, jaj, de szeretem, jaj, de aranyos, mindent ráhagyok, és akkor utána meg rászokik, krukcsi, parap, és de ők azért ugyanúgy vannak velük foglalkozva, mint a nagy lovakkal. Szokták szeretni, mert van, amikor így van, amely kétszer-háromszor is visszajön, meg hát igazából nem csináljuk sok pénzért pont ezért, hogy azért hozzászoktassuk őket, hogy ne az legyen, hogy jaj, anyu meglátja a lovat, és ne menj oda, mert harap meg minden. Úgyhogy ő meg ráadásul olyan is, hogyha meglát egy kisgyereket, ő könnyebb megfogni a kisgyereknek, mint nekünk felnőtteknek. A felnőtteket nem annyira csípi, de a gyerekek szeretik őket. Úgy. A gyerekek egyéb játékokat is kipróbálhattak. Részt vettünk a halászléfőző versenyen igazából. Kislányom jól érzi magát a játékoknál, nagyon jó kis kirakodó vásár van, főleg itt az ásványos standon. Jól érezzük magunkat. Miket próbáltam ki? Azt a súzósat, az oroszlányosat, a halacskásat, az egyensúlyozósat. A fiatalok kicsit odébb társasjátékozhattak is. Hát most már több egyik alkalommal vagyunk jelen a Bárka Fesztiválon. Egy 3 éve alakult az egyesületünk. Összejöttünk társasjátékozni, és úgy gondoltuk, hogy érdemes megalakítani egy egyesületet ennek fényében. Körülbelül 18-20 tagja van az egyesületnek, és jellemzően a városban úgy veszünk részt a kulturális rendezvényeken, hogy kivonulunk, és bárki játszhat a játékainkkal. Célja nyilván az egyesületnek az, hogy népszerűsítse a játék fogalmát magát, és azt, hogy nem csak a számítógép előtt érdemes játszani, a fiatalokat is igyekszünk kimozdítani a karosszékből, és hogy inkább ezzel a kicsit interaktívabb, bár nyilván azok is interaktívabb a maguk nevében, de ez sokkal személyesebb kapcsolatnak minősül, hogyha az ember leül társas játékozni. Hát elsősorban ide olyan játékokat próbálunk hozni, ami nagyon könnyen tanítható, hiszen az a lényeg, hogy az ember leül játszani, és nem találkozott még egy játékkal, egy pár szabállyal megtanulja a játékot, és sokkal élvezetesebbnek tart, mint egy több oldalas szabályon kéne átrágnia magát. Nagyon élvezik, már többször több csoport is kialakult, akik így együtt játszanak, és már vannak így rendszeresen visszatérő vendégeink is, úgyhogy hogy összességben nagyon jó a visszajelzés. Szombat délután 4 óra tájt már egyre többen érkeztek, hiszen ekkor kezdődtek a színpadi koncertek is. Elsőként az Alice Cabrera Band szórakoztatta a közönséget. Thank you.
Az Aliszka Brassband Elma egy vegyes műsorra készültünk, ami általában tartalmaz klasszikus fúvószenekari műveket, például indulókat, de mindig törekszünk arra, hogy más stílusokból is játszunk, például könnyű zenei átirat is szerepelt a mai műsorban, ez egy Eric Clapton egyveleg volt, hogy mindig igyekszünk minél szélesebb repertoárt játszani. A zenekar 40 éve működik Szekszárdon, korábbi nevén tűzoltó zenekar. Én egy éve vezetem, nagyon jó velük dolgozni, egyre többen vagyunk, heti rendszerességgel próbálunk, és nagyon örülünk, hogy Tolnán is felléphettünk. Ez egy komplex hangzás, van alja, van, tehát van basszus, van közepe, van teteje, és szerintem az, hogy pont ugye a repertoárból is fakad, hogy egyszer nagyon sok zenei stílust meg tudunk szólaltatni, olyat, ami közel áll az emberekhez, de azáltal, hogy ezt meghallgatják, mondjuk egy olyat is meg, szívesen meghallgatnak, ami esetleg egy kicsit távolabb áll, pont a hangzás miatt. A hangulatra idén sem volt panasz. Nagyon jól érezzük magunkat, eljöttünk haverokkal, én is a barátnőmmel. Már második éve, hogy itt vagyunk, és nagyon jó programok vannak, jó a társaság, és jól érezzük magunkat. Az est folyamán többek között fellépett Kovács Alíz és zenekara, a Walking Mama, és az ismerős arcok is.